a külföldi befektető dominál. Tehát mind a kereskedési forgalomban, mind a részvénytulajdonlás tekintetében külföldi dominancia van. Magánszemélyek ugye azért szintén erősek, főleg a kereskedési tekintetében ott 20% feletti forgalmat generálnak a magánbefektetők, míg a tulajdonlásnál ugye azért ez egy alacsonyabb száma, tehát a magánbefektetők tipikusan kereskednek, de egy kisebb szeletet tesznek ki a részvénytulajdonlásba. Itt ugye kétharmados számmal azért a külföldi befektetők nagy számokban. A középső oszlop is érdekes, ez azt mutatja meg, hogy a magyar részvényekben hol zajlik a kereskedés. Itt a BT-n van természetesen a többség. Annyira talán nem is természetes, mert ha megnézzük egy csomó külföldi tőzsdét, ott van, ahol sokkal rosszabb egy arány, és nem a BT-n, hanem különféle más kereskedési platformokon is zajlanak, főleg nyugat-európai részvények kereskedése nagyobb arányba, de itt látszik azért, hogy a BT esetében is bizonyos forgalom az a tőzsdén kívül zajlik magyar részvényekben is. És röviden a nemzetközi kapcsolatokról, ugye ezek azért fontosak, hogy az előző dián láthattuk, hogy tényleg külföldi befektetők aránya milyen nagy a magyar piacon, ezért rendszeresen roadshow-kat szervezünk, ahol főleg európai városokba elviszik a BT kibocsátó cégeit. Itt is mi azért tipikusan a közepes méretű cégekre fókuszálunk. Az látszik, hogy az OTP, a MOL, a nagyvállalatoknak nem probléma külföldi befektetőkkel találkozni, ők azért keresettek és hívják őket sokféle rendezvényre, míg a nem blue-chip cégek esetén, hogyha jól célzottan visszük őket el különféle befektetőkhöz, akik közepes méretű cégekre fókuszálnak, vagy például Varsóba, ahol a lengyel alapkezelői közösség az tipikusan ismeri a magyar és a régiós piacokat, ezért bátrabban tér és jó hozzá kisebb kapitalizációjú cégekhez is, akkor ezzel mindig segíteni azt, hogy tényleg nőjön ezekbe a papírokba a likviditás, de azért megjegyezném, hogy a nagy blue-chipeknek is szervezünk egy-egy olyan roadshow eseményt, ahol ők találkoznak a befektetőikkel. Tőzsdeszervezeteken keresztül dolgozunk itt. Az Európai Tőzsdeszervezet szerepe az az, hogy tudást, illetve ilyen legjobb gyakorlatokat hozzunk el ezekről a tőzsdéktől. És új nemzetközi termékekről már beszéltünk, a Bank of China-ról beszéltünk, az ETF-ekről. Amit még itt érdemes talán érdekességként megemlíteni, hogy tavaly a már meglévő OTP és BUX ETF mellett egy bolgár alapkezelésen indított egy BUX ETF-et, aki igazából ezt Londonba és Frankfurtba beletekezette ezek az ETF-ek, és van még egy külföldi, még egy ETF, egy külföldi ETF, ami a magyar piacot követi rá. Néhány szóban csak a tőzsdetagokról és az adat